klubbal szeretnénk elérni minden évben a nemzetközi szereplést. A szurkolók jobbak, mint a labdarúgás ebben a pillanatban. De egy játékos mindig akkor kell adni, amikor kereslet van iránt, ez teljesen világos. Dieng Cheik Abbas jobboldali szélsőnek a vietnámi klubba lett kölcsönadva, ezért például az ő helyére mindenképpen kell valakit hozni. A klubbal szeretnénk elérni minden évben a nemzetközi szereplést. Ez egy nagyon ambíciózus terv, amit alázatosan próbálunk megközelíteni, de ez a terv. Másik pedig, hogy a Magyar Futball Akadémiáról nagyon jó focisták kerüljenek ki. Első osztályunkból már most kerülnek fel az NB1-es keretbe, nem beszélve arról, hogy az NB2-ben csak akadémistáink játszanak. Ez a két cél van igazából itt a Honvédnál. El tudja képzelni, hogy a jövőben valamelyik rangos kupasorozatban a csoportkörbe kerüljön a Honvéd? Hát én elképzelni mindent tudok. A kérdés az, hogy megvalósítható-e. Ez egy borzalmasan nehéz feladat, mert abban a pillanatban, amikor a csoportkör előszobájába kerül egy csapat, lásd Debrecen, bajnokligájában, majd az Európa Ligában. Ez egy borzalmasan nehéz feladat. Debrecennek a magyar klubok közül elég magas büdzséje van, de olyan csapatokkal játszott, amelynek 10-szer, 20-szor, 50-szer nagyobb büdzséje van. Mi például játszottunk egy olyan csapattal, amelyiknek 50-szer nagyobb büdzséje, olyan csapattal, amelyik 100-szor nagyobb büdzséjével dolgozik, amikor a Magyar Kupát megnyertük és nemzetközi porondra mentünk. Szóval ez borzalmasan nehéz ott helytállni. Nem lehetetlen. Nem lehetetlen, azt gondolom. Talán, ha fiataljainkat felneveljük, és fiataljaink jók lesznek, akkor lehet egy nagyjából magyar csapat, melyikbe az ember tud 2-3 kiemelkedő légiós esetleg behozni, és akkor talán lehetséges. Ugye a Pepsi Focin vezetett blogjában írta, hogy mindenki mondja, hogy milyen jó lenne most együtt tartani ezt a csapatot. Ugyanakkor nem engedheti meg magának a klub, legalábbis ezt írja, hogy mondjuk ne adjon el egy Danilót, vagy pedig ne engedjen el egy Torkellét. Most lenne értelme mondjuk eladni Danilót, amikor jó formában van, amikor sok pénzt kaphatna érte a Honvéd? Hát, hogy Daniló marad vagy megy, azt nem tudom. De egy játékos mindig akkor kell adni, amikor kereslet van iránt, ez teljesen világos. Az a gondolat, hogy majd most télen ősszel rúgott 14 gólt, és majd tavasszal rúg 20-at, ez egy eléggé hát sekélyes gondolat. És azt gondolom, hogy ha van ajánlat egy kiemelkedő játékosra, egy olyan klub, mint a miénk, hogy akár még magyar klub nem tudja megtenni azt, hogy nem adja el a játékos, az ajánlat megfelelő. Leültek már Subka Attilával, hogy hol, hogyan kellene megerősíteni, vagy mondjuk hogyan kellene változtatni a kereten? Miután a mi csapatunk jól szerepelt, és a játékosokkal meg voltunk elégedve, 2-3 kiegészítő játékostól megváltunk, de azon kívül mi nekünk azt kell tudnunk, hogy lesz olyan játékos még, aki nem tart velünk a következő fél évben, kölcsön adjuk, vagy eligazolnak, eladjuk a játékjogát a játékosnak. Ebben az esetben azoknak pótolni kell. Tegnap pihatájjal aláírtunk egy szerződést, Dieng Cheik Abbas jobboldali szélsőnek a vietnámi klubba lett kölcsönadva. Ezért például az ő helyére mindenképpen kell valakit hozni. Abbas egyik legjobbja volt a Honvédnak. Hogy kölcsönadták? Abbas most az 5. éve van a Honvédnál, és az ő kérése az volt, hogy tudjon egy idén olyan helyre menni, ahol komoly pénzösszegeket tud keresni. Itt komoly pénzösszegeket fog keresni, többszörösét, sokszorosát annak, amit nálunk keresett. Abbas nagyon tisztességes, rendesen viselkedett. Hozzáteszem, a klub nagyon szívesen itt tartotta volna. Szerződés is hosszabbított velünk most, 2013 végéig. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy egy labdarúgó olyan lojális, mint Abbas, úgy megtesz minden a klubért, mint Abbas, akkor nekünk kötelességünk őt is segíteni, és ezt próbáltuk csinálni. Magyar labdarúgás az utolsó pár évben bűnösen el volt hanyagolva. Egy, azt mondom, hogy a labdarúgást valahogy mint ellenséget kezelt a kormányzat egészen 2010-ig, és pazar, nagyszerű, hogy 2011-ben megindult az akadémiák támogatása és a sport támogatása is. Ez
ezek nemzeti értékek, ezeket nem szabad elhanyagolni, és úgy gondolom, hogy a mostani kormányt ezt látja. Úgyhogy azt gondolom, ez a TAO-s dolog, meg az akadémiai támogatás nagyon fontos. És hosszú távon nem csak sportértéket, nem csak nemzeti önbecsülést, hanem pénzt is fog hozni, mert világon mindenütt, ahol ezek a látványsportok beindulnak, ott a gazdasági fejlődéshez is hozzájárulnak. Hát egy dolog hiányzik, a szponzorok. Minden országban, amiről én tudok, az Egyesült Államoktól Albánián keresztül Szomáliáig komoly üzleti koncernek, komoly üzleti érdeket és érdekeltségek lépnek be a futballba. Szponzorálnak egy-egy klubot, a Nemzeti Szövetséget. Ez az, ami Magyarországon, hát kiirtották Magyarországot. Az utolsó 20 évben teljesen kiirtották, és amikor a rendszerváltás után a szélhámosok menedéke lett egy darabig a magyar labdarúgás, ehhez is, tehát 1990-ben a vállalatok, amik akkor ugye állami vállalatok voltak, azok kivonultak a magyar labdarúgásba, azt mondja, jó éjszakát, viszontlátásra, legyetek önállóak. És hát egy olyan iparágban, ahol a szponzoráció hozta a bevételek 90%-át, ha 90% kivonul, ott összeomlás következik be. Ez következik be Magyarországon is. Most az kell, hogy a nemzetközi cégek, a nagy magyar cégek lássák, hogy a futball közeg egy jó reklámhordozó, és ismét megjelenjenek, mint hirdetők, szponzorok a labdarúgásban. A magyar labdarúgásban, ha szabad így mondanom, a szurkolók jobbak, mint a labdarúgás ebben a pillanatban. Tehát a szurkolók kitartottak a legtöbb klub mellett, nagyon sok klub mellett, nagyon viharos és rossz időkben. Ha vannak renitensek a pályákon, voltak renitensek a pályákon, ez a vezetőség hibája. Ha a vezetőség hagyja, és most tudnék egy-két magyar klubot említeni, ahol a vezetőség nem foglalkozik ezzel, akkor rossz elemek bejönnek a szurkolók közé, és tönkreteszik a szurkolást, tönkreteszik a klubot. Mi ezt kezeltük egy pár évvel ezelőtt Honvédnál, mióta én itt vagyok, 5 éve nincs probléma a szurkolókkal. Tehát ha egy renitens van, azt mi kezeljük, semmi szükség más beavatkozásra, nincs korlát itt a pályánál. Szurkolók nagyon jól viselkednek, támogatják a csapatot. Sajnos nem elegen, tehát több szurkoló kellene. Én azt gondolom, hogy ami eddig hiányzott, sajnos az eredmény, bajnokságos eredmények ebben az évben, az is reméljük meg lesz, és megtartjuk ezeket az eredményeket. De ami legfontosabb, a szurkolóknak tudniuk kell arról, hogy van jó magyar foci, ez egy jó közeg, ide ki lehet jönni, gyerekekkel, asszonnyal, mindennel, nem kell félni. Ez is egy faktor. De legfőképpen a futball most megint kezd divatos lenni. Az emberek a divat után mennek. 20 éven keresztül rombolták a futballt mindenféle helyről. El kell terjedni az emberekben annak a tudatnak, hogy jó kijönni egy foci mérkőzésre, jó, mint elmenni egy moziba, kevésbe kerül, jó szórakozás van, barátokra talál az ember, családot kihozhatják, és akkor megint visszajönnek a szurkolók. 20 évig tartott, vagy 15-ig, amíg tönkretették a magyar labdarúgást. Miért gondolja valaki, hogy 2-3 év alatt vissza lehet hozni azokat, amit elriasztottunk 20 év alatt? 1-2, sokkal jobb marketing munkát kell a kluboknak folytatni, beleértve az enyémet is. A marketing munkához pénz is kell, a pénzhez szponzor kell. Hirdetések kellenek, szponzorok kellenek, mezszponzorok kellenek, nevét ide teszi. Én azt gondolom, hogy ezen dolgozunk, a televíziós közvetítések is egyre jobbak, visszatértünk a köztévéhez, a sporttévé is nagyszerű munkát végez, népszerűsítő műsorok vannak, és azt gondolom, ez egy hosszú folyamat. De a labdarúgás anyateje pénz. És szponzorok nélkül nem megy. Tehát a következő lépés, ami nagyon fontos. Mi hozzuk vissza a szponzorokat a magyar labdarúgásba, használjuk a pénz egy részét jobb marketing tevékenységre, és azzal behozunk több szurkolót.